Tucatnyian vádolják nemi erőszakkal és szexuális visszaéléssel a Harrods londoni luxusáruház tavaly elhunyt tulajdonosát. Mohamed Al-Fayed milliárdos üzletembert egy pénteki sajtótájékoztatón a 37 áldozatot képviselő ügyvédek Harvey Weinsteinhez és Jeffrey Epsteinhez hasonlították. Vádlóinak egy része a visszaélések idején még kiskorú volt. Al-Fayed családja nem reagált a vádakra. A Harrods jelenlegi tulajdonosai megdöbbenéssel nyilatkoztak, majd hozzátették, csak tavaly szereztek tudomást a vádakról.